Ezt a járdát is a Magyar Falu programnak köszönhetően tudták felújítani a kevesebb, mint 60 lelket számláló Murgán. Felkül Márton, a település vezetője úgy nyilatkozott, kevés olyan pályázat van, amire jelentkezhetnek, de amit lehet, kihasználnak. Megragadunk minden olyan pályázatot, ugye, mert 100%-a támogatottak a Magyar Falu programban a pályázatok. 2020-ban viszont két pályázatot nyertünk, egy falugondoki buszt, amit ha minden igaz, akkor a hét folyamán át is tudunk venni, illetve a Petőfi utcai útburkolat felújítására 15,5 millió forint értékbe, amit az idei évben fogunk megvalósítani. Egy nagyon fájó ponton van, hogy annak a járdának az anyagköltségére is pályáztunk, de nem nyertünk. Most a költségvetésbe próbálunk, illetve úgy látom, hogy találunk majd forrást, hogy önerőből azt a járdát is fel tudjuk újítani, mert úgy lenne célszerű, hogy párhuzamosan a kettőt megcsinálnánk, és akkor évek hosszra megint azzal az utcakaszon nem lenne semmi problémánk. A polgármester elmondta, már a pénzügyi forrás is rendelkezésükre áll, tavasszal meg is kezdik a kivitelezési munkálatokat. Idén a helyi művelődési ház korszerűsítésére pályáznak majd. Ezt a kis traktort a Tolna megyei báta nyerte, ahogy a matricázáson is látszik, a Magyar Falu programban indított pályázatával a község zöld területeinek rendben tartására. Huszárné Lukács Rozália, település polgármestere elmondta, mi minden valósult már meg a faluban ennek az állami támogatásnak köszönhetően, és mit szeretnének még megvalósítani, ha lehetőségük lesz rá. Tavaly először is kaptunk a Magyar Falu programba egy óvoda felújítási összeget, 25 millió forintot, azt megvalósítottuk, az elszámolás megtörtént, és nyertünk a tavalyi évben egy kis traktort, vagyis hát tavaly előtt, ami tavaly valósult meg. A 2020-as évben több pályázatot beadtunk a Magyar Falvak pályázati rendszerbe. Ebből volt egy művészetek háza, a Cenc galériát, amit megkaptunk Cenc Marietta családjától. Azt egy olyan épületbe tudtuk elhelyezni, aminek a belsőjét azt még meg tudtuk oldani, hogy elkészüljön is, meg volt határozva a szerződésben, hogy a képeket meddig kell elvinnünk. De a tető és a külső homlokzat azt sajnos nem tudtuk megvalósítani. Erre adtunk be pályázatot, ezt elutasították. A másik pályázatunk az a Vágóid utca volt, azért fontos ez az utca, ugyanis miután a Szentvér templom bazilika rangot kapott, ezért hát egyre nagyobbak lesznek a Szentvér templom búcsúi, és a nagy forgalmat, buszforgalmat csak körforgalomként tudjuk megoldani, az pedig annak az egyik feltétele a Vágóid utca lenne, annak a felújítása vagy kiszélesítése, burkolat kiszélesítése. Egyre nő a gyerek létszám Bátán is, hál' Istennek jönnek vissza a fiatalok, és a három csoportos óvodából két csoportos óvodá lett, mert nagy volt az igény a bölcsődei ellátásra is, és a rászoruló gyerekeknek a gondozására, és az óvodából vettünk el egy szobát, amit átalakítottunk meg az udvart bölcsődei célokra, és vettünk egy olyan épületet, ami közvetlen határos az óvodával, ahol átjárhatóságot tudnánk biztosítani, csak hát nekünk nem lesz annyi erőnk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Két település 2019 óta minden évben pályázik a Magyar Falu program kiírásaira. Amikor ez a program elindult 2019-ben, akkor mi csak a temetőben egy gyalogutat szerettünk volna kialakítani. Ezt az elképzelésünket támogatták, és erre majdnem 5 millió forintot nyertünk, amit ugye el is készítettünk. Mindenféleképpen szeretnénk egy féltetőt, tehát a ravatoz előtti térkő teret leszeretnénk egy ilyen faszerkezettel fedni. Nagyon-nagyon régi álmunk, de akkor már a ravatozót is rendbe tennénk, mert az is az évek alatt lepusztult valamennyire.
Másik nagy vágyuk a Kétyi tűzoltóság épületének felújítása és az eszközpark bővítése lenne. Többek között erre pályáznának idén, összesen 38 millió forint értékben. Gyopáros Alpára, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, idén is számíthatnak a falvak a pályázati kiírásokra, mégpedig hasonló feltételekkel, mint eddig. Mi az első évben is, és a másik évben is 15 feletti számban jelentettünk meg pályázati kiírásokat a kis települések számára, ez így lesz az idei évben is, ugye az első két pályázati kiírásunk jelent meg most ezen a hétfőn. Ez azt mondhatja velem, hogy egyfajta széles étlapot kínálunk a kis településeknek, amelyről ők maguk választhatják össze, hogy mit szeretnének elfogyasztani, azaz milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani, hiszen elképzelhető, hogy egy kis falu az elmúlt években valamilyen hazai vagy európai uniós forrásból például fel tudta újítani az orvosi rendelőjét, de komolyabb utca fejlesztésekre van szüksége, még egy másik településen lehet, hogy nagyobb szabású utca fejlesztéseket hajtottak véget, de már nagyon kellene az orvosi rendelőre, és így tovább, és így tovább, nagyon sok példát tudnék mondani. A lényeg az, hogy egy nagyon széles skálán mozog a lehetőségeknek a száma, és maguk a települések dönthetik el, hogy mi az, amire pályázni szeretnének. 2019-ben és 2020-ban összesen 12 000 nyertes pályázatot hirdettek ki, amikre összesen 130 milliárd forint támogatást osztottak szét Magyarország területén. Több mint 1600 pályázatot támogattunk ebből Tolna, Bács-Kiskun és Baranya megyében, és ezeknek a támogatási fő összege az majdnem eléri a 20 milliárd forintot. Azért ez egy nagyon szép eredmény, és gratulálok is az érintett településeknek.